Összesen 8 közfoglalkoztatott dolgozik Győr-Zámolyon, közülük ketten kapták meg a Magyar Honvédség levelét a múlt héten. Arról szól, hogy csütörtök 1 órakor meg kell jelennünk ottan, mert ha nem, akkor ezt a közmunkás állást is elvonják tőlünk, meg a több ilyen munkanélkül segítményt. Lényegében én ezt vettem ki belőle. Meg kell jelni ezen a tájékoztatón, és hogyha nem fogadjuk el, hogy akkor ugye tőlnek a közfoglalkoztatotti nyilvántartásba is, meg a munkahelyi központba is egy 3 hónapra, akkor, hogyha nem vállom el a munkát, ha viszont ugye meg se jelnek, akkor még 3 hónap, vagy 2 hónapig törjenek, 60 napig a közfoglalkoztatásba. Aki iráig akart lenni szerződés katona, bármikor elmehetett. Most ne akarjak engem, mondtam már előbb is, hogy 46 éves vagyok, most ilyen szerződés katonának. Sőt, mondom, amikor annak idején sorozák, akkor se feleltem meg a szemem véget. Na ugye én a bal szememben nem látok. Nem feleltem, mert ne akarjak én belőle most katonát csinálni. A toborzáson való részvétel ideje alatt a közmunkások egyébként ugyanúgy kapnak fizetést, mint hogyha egész nap dolgoztak volna. Papír szerint előbb ott kapunk egy igazolást, hogy mi megjelentünk ottan, és ezáltal igazolják a napunkat, és akkor megkapjuk rá a pénzünket. A Magyar Honvédség az MT-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, mivel 11 éve csak önkéntes alapon jelentkező katonákkal működik, a Magyar Honvédség ezért nem kötelez, és nem is kötelezhet senkit arra, hogy akarata ellenére szerződést kössön és a soraiba lépjen, viszont a lehetőséget úgy, ahogy mindenkinek, a közfoglalkoztatottaknak is felkínálják.